Az árvízvédelmi projektum keretében a lakosságot felkészítik arra, hogy árvíz esetén mit kell tenniük. A projektum keretében a törökbecsei helyi közösségben és iskolákban felkészítő képzést szerveznek. Fontos a fiatalok felkészítése arra, hogy természeti katasztrófa esetén mi a teendő. Játékos módon próbáljuk úgy felkészíteni a gyerekeket, hogy ne féljenek, ha ilyesmi történik. A képzésen az általános iskolák negyedikes tanulói vettek részt, akik tájékoztatást kaptak az árvíz szakaszairól, valamint arról is, hogy mi a teendő árvíz esetén. Kell magadra vigyél egy táskát, amiben van víz, étel és telefon, egyéb dolgok, amivel túl lehet élni az árvizet, és találni kell menedéket. Nem szabad pánikolni, az ajtó mellett kell legyen egy táska, amiben van víz, pokróc, étel és telefon. Hívni a tűzoltókat, hogy elállítsák a vizet. Az árvízvédelmi projektum keretében Törökbecse 311 ezer eurót kapott, amelyből felújították a töltést, kitisztították a Tisza mentét, valamint gépet vásároltak a töltés karbantartására. A törökbecsei töltés mintegy 1000 hektár termőföldet véd az árvíztől. 2006-ban és 2010-ben már áttörte a víz ezt a töltést, és a polgárok vesztesége elérte az 1-2 millió eurót. Ez vezényelt bennünket, amikor pályáztunk az európai alapoknál. A projektum keretében a törökbecsei község egy okos rendszer beépítését tervezi a Tiszán. Ennek segítségével követni tudják majd a föld alatti vizek szintjét, és az adatoknak köszönhetően előreláthatóvá válik az árvízveszély.